Szép estét kívánok szeretettel üdvözöllek benneteket a középhaladó elvonulásunk darma beszédén. Az életnek eredetileg nincsen értelme. De nem csak, hogy nincsen értelme, hanem nincsen különösebb oka, nincsen különösebb szándékoltság benne, és ha ez még nem lenne elég választási lehetőséget sincs, ha igazán megnézed. Így hangzott annó Szungszán zemmesternek egy nagyon híres és elsőre kiábrándítónak tűnő tanítása. Na, ha mélyebben belegondolsz, és nem csak belegondolsz, hanem kimész a természetbe, és megkérdezed a fákat, a macskákat, a kutyákat, a madarakat az élet értelméről, vagy az okáról, vagy a választási lehetőségekről, akkor nagyon szép választ fogsz kapni, és belátod, hogy a nagymester tanítása hát eléggé helyén valónak tűnik. Aztán, hogyha megkérdezel embereket ugyanezekről a kérdésekről, ugyanezekről a témákról, akkor viszont nagyon sokféle dolgot hallhatsz. Lesz, aki azt mondja, hogy van értelme, lesz, aki azt mondja, hogy nincs értelme, lesz, aki iszik emiatt, lesz, aki nem iszik emiatt, lesz, aki azt mondja, hogy a család az értelme, vagy a munka, vagy esetleg az utazás, esetleg Isten, vagy a fejlődés. És ha megnézed, mindegyik vélemény kicsit más lesz, kicsit eltérő lesz, személyes lesz. És azt is láthatod, hogy valójában mindez, ahogy mondtam, vélemény. És nem csak ez, hanem minden, amit mondunk. Az vélemény, és elszoktuk azt a hibát követni, hogy ezt a sok véleményt összekeverjük a tényekkel. Ezt elég hamar megláthatjátok, hogyha a koan interjúkra jártok. Ez az egyik pedagógiai eszköz, amit ott gyakran használunk, hogy lásd meg azt, hogy mi egy adott helyzetben a tény, mi a valóság, és mi az a vélemény, amit valaki csak úgy mond. Tehát ha megnézed mindezt a sok véleményt, gondolatot, értelmet, szándékot, akkor láthatod, hogy mindez visszatér egyetlen pontba, egyetlen tiszta, eredeti pontba, amit már itt mindenki jól ismer, amit szemléltethetünk nagyon egyszerűen zeneszközökkel. Ha helyesen, tisztán felfogod ezt a pontot, akkor tapasztalhatod azt, hogy valóban itt sem értelem, sem cél, sem ok, sem egyéb más dolog nincs. Ez a pont eredeti tiszta, teljes vagy üres, ahogy tetszik. És hogyha eléggé látod ezt a pontot, akkor ebből a pontból tisztán láthatsz, tisztán hallhatsz, szabadon láthatsz jönni-menni mindent ahogyan ezt megtanuljuk mindannyian az interjú szobában. Láthatod, hogy a padló barna, hogy itt ülünk a teremben, egymást nézzük, és láthatod a gondolatokat, és láthatod az érzelmeket is fölmerülni. És itt lesz egy érdekes pont, ami kopernikuszi fordulatot jelent az ember életében, hogyha gyakorol és belátja ezt. Igazán mélyen tapasztalja ezt a pontot, amit most egy pillanatig mindenki tapasztalhatott, tudjuk, hogy kihívás ezt föntartani. De hogyha megvan ez a pont akár csak erre a néhány másodpercre, akkor a fordulat ott jön, hogy valójában ez a tiszta pont, az eredeti természetünk, ami teljes és üres egyaránt, ebből minden fölmerül és eltűnik. Ez mindennek az alfája és az omegája, és felelősek vagyunk mindazért, ami ebből előjön, és amit hagyunk ebbe visszatérni. Felelősek vagyunk a gondolatainkért, felelősek vagyunk az érzelmeinkért. És ez azért nagy fordulat, mert általában azt csináljuk, hogy például áldozatszerepbe kerülünk, és azt mondjuk, hogy hát ez borzasztó ez az élet. Én már mindent megpróbáltam ebből nincs kiút, értelmetlen, buta, rideg, hülyeség az egész, mint ahogy Woody Allen mondta egyszer egy interjúban, hogy szerintem az élet egy rideg, borzasztó, szörnyű történés, megszületünk, közben így struktúráljuk az időt szintén értelmetlen cselekvésekkel, és aztán meghalunk, mondunk egy sziát és kész. És mondta, hogy hát én ezt gyerekkorom óta látom, és egyre színesebben és színesebben mondom, és az emberek egyre jobban röhögnek. És én így maradtam. Tulajdonképpen én nem vagyok egy humorista, csak a szörnyűségről beszélek, csak mindenkinek kinevet érte. Tehát bele tudunk kerülni egy ilyen állapotba, hogy hát ez borzasztó. Igen, és akkor mit láthatunk meg a zenáltal? Azt, hogy a borzasztóság is, vagy ez a szétszórtság is, valójában a mi felelősségünk. Tehát várjuk azt, hogy kívülről jöjjön meg valami értelem az életünkbe, valami cél, de valójában a probléma ott van, hogy mi vagyunk azok, akik ezt az értelmet nem adjuk meg az életünknek. Mert nem hozzuk meg. Azt a választást, ami szükséges, nem hozzuk meg azt a döntést sokkal inkább. A választás még lehet egy ilyen rövid távú fogalom, a döntés abban van irányvétel, nem hozunk döntést, nem köteleződünk el helyesen, és nem találjuk meg azokat a tiszta értékeket, amikben okunk van hinni. És itt van az a nagy különbség, hogy beláthatod azt, hogy ha elakadtál, akkor mindaz a tisztázatlanság, ami benned van, az általad tisztázható, és kívülről ez nem fog megtörténni. Vagy hogyha válságba kerültél, lehet az a választási lehetőséged is, hiszen a választás a válságban benne van, amikor válságban van, akkor mindig valahogyan döntened kell, el kell indulnod valamilyen irányba, ami általában már nem lehet az, ami addig volt, de lehet az, hogy nem cselekszel, akkor pedig az élet nagyon sokszor átlép rajtad. Vagy megbetegszel abba, hogy elfojtottál valamit, amit észre kellett volna vegyél. Tehát, ha például az értékekre gondolunk, nézd meg a társadalmat, mi magyarok nagyon hajlamosak vagyunk arról beszélni, olyan értékekről, hogy tisztelet, becsület, család. És nagyon sokan depressziósak vagyunk, mert hát tisztelet, becsület, hát amikor a javamra válik, amikor hasznom van belőle. Család, hát nagyon szép, de hát még nem találtam meg az igazit. Igaz, hogy 40-50 éves vagyok, vagy 30, de nem találtam meg. Akit megtaláltam, az nem az igazi volt. És egy értékválságba kerülünk, és az értékválságnak is, a tisztázatlanságnak, hogy nincs egy világos hierarchia bennünk, szintén a következménye lehet az, hogy depressziósak vagyunk. És akkor itt jön a nagy feladat, amit észrevehetsz a gyakorlatban, hogy mindez, amit úgy érzel, hogy probléma magadon belül, ezzel tudsz dolgozni. Ez az első jó hír. A második jó hír, vagy rossz hír, hogy sok munka. És sok-sok erő kell ahhoz, hogy tudjál felelősen elköteleződni, döntést hozni, és értékhierarchiát kialakítani. És akkor meg lesz az az értelem, ami visz majd előre, és rendezi a belső állapotodat. Na most, hogyan lehet rendezni a belső állapotokat? Ezt sok minden segédeszközzel segíthetjük, és ha ránézel az egész elvonulásunkra, és minden egyéb zen gyakorlatunkra, akkor azt láthatod, hogy minden eleme a napnak ennek a gyakorlását segíti. Kis, egyszerű, Néha pitiánernek tűnő dolgokkal is. Közhelynek számít, mindannyian olvashattátok és hallhattátok, rengeteg zenmester szokott arról beszélni, hogy hát a zen tudat a hétköznapi tudat. Igen, és ezt ugye el is szoktuk engedni, hogy milyen szép ez a mondás, de ha megnézed, akkor ha úgy gondolod, hogy a meditáció az jó, és akkor ott van ez a komoly tapasztalat, és fókuszálunk a tantienre, és egyé válunk, és akkor, és akkor mondjuk jön egy étkezés, és akkor mit számít az, hogy hogy öntöm ki a vizet, vagy mit számít az, hogy meghajlok-e, amikor letettem az ételt, vagy fölvettem. Ez olyan kicsinek tűnik, menjünk már vissza meditálni, és legyünk már jelen. Igen, igen, de ha megnézed, a közös cselekvés az egy sokkal nehezebb dolog, például az étkezés, az remekül kihozza ezt, és röntgen képszerűen megmutatja neked azt, hogy mikor vagy jelen, mikor vagy ott teljesen, és mikor merültél el a saját Disneylandedben. Mikor zár le annyira az a sok-sok kavargó vélemény, helyzet, elképzelés, ami a fejedben van, hogy nem tudsz kapcsolódni ahhoz az egyszerű dologhoz, ami ott éppen zajlik, hogy eszünk, és ennek van egy bizonyos formája. A forma is ezt szolgálja, hogy legyen egy megjegyzendő rutin, és ezt próbáld meg betartani. És ezért hallod azt, hogy ha ez nem megy, akkor a belső feladat az hogyan fog menni. Érdemes, amikor belső káosz van, amikor úgy érzed, hogy elakadtál az életedben, ezekre a kis apróságokra, apróságoknak tűnő mozzanatokra figyelni, hogy hogyan öntöd a teját, hogy hogyan eszel. És arra is, hogy amit mások csinálnak, az téged mennyire mozdít ki, vagy mennyire tudod együttérzéssel és jelenléttel kezelni. Hogyha ezt megtanulod abban, hogy hogyan étkezünk, hogy hogyan viselkedünk egymással, az lesz a beugró szint arra, hogy a belső rendezetlenséget szépen lassan elkezd összerakni egy világos hierarchiává, mind az értékeket illetőleg, mind a választásaidat, mind a döntéseidet, mind pedig az elköteleződésedet illetően. Úgyhogy a zen gyakorlat minden része nagyon fontos, és kívánom azt, hogy mindenki lássa is meg a fontosságát ennek, hiszen akkor fogunk tudni haladni úgy kívül, mint belül. És ez elvezet minket oda, hogy ahogy Szungszán Zemmester befejezte a tanítását, amivel kezdtem, ennek van folytatása, mégpedig ugye annak, hogy eredetileg az életnek nincsen értelme, nincsen célja, nincsen választási lehetőséged, de ha észreveszed a felelősségedet mindebben, akkor a gyakorlat által a nagy értelemből nagy szeretetet tudsz tenni, nagy szeretetet tudsz kialakítani, a céltalanságból, az oktalanságból nagy együttérzést, nagy részvétet tudsz létrehozni, és itt külön hangsúlyoznám a részvét szót, ami kicsit elcsépelt magyarul, ezért szoktuk inkább az együttérzést használni, de az együttérzés az ugye az empátia, a részvét az meg a cselekvő együttérzés, és a részvét azt, hogy egyrészt cselekően tudsz -e segíteni másoknak, másrészt pedig azt, hogy részt veszel-e az életedben, és részt veszel-e tényleg jelenléttel mások életében. Ide el lehet jutni, és el lehet jutni a maga emberszagú, konyhaszagú mi voltában, amit itt szintén megtapasztalhattok, hogy ez is most, amit mondok, kicsit ilyen kristályszerűen száraznak tűnhet, de valójában itt, amikor gyakorlunk, ez nagyon is emberszagú, és nagyon is ételszagú, és egyéb szagú. Ez kell ahhoz, hogy ne idealizáld a valóságot, hanem úgy lásd, ahogyan van. Tehát nagy szeretettel, nagy részvédtel, és nagy bóthiszatva úttal. Nagy, nagy bóthiszatva utat járva tudjál haladni. Ez pedig a választás. Tehát a választás nélküliséget a legmagasabb szinten át lehet nemesíteni, a nagy bódhiszatva utá, ami pedig az, hogy segítesz magadon, és segítesz másokon is a jelenléted által. Ha már szá teljes mértékben jelen vagy, és helyesen tudsz kapcsolódni, helyesen tudsz kapcsolatot teremteni, helyesen ismered fel a helyzetet, helyesen tudsz abban működni, és egyszerre el tudod engedni mindazt az ellentétekre alapuló gondolkodást, ami ezt megakadályozza, az elképzeléseidet, a véleményeidet, hogy ez így jó, úgy jó, akkor fogsz tudni jól működni, és segíteni minden lényen. És ez sem kell túl túlzásba vinni, hogy ilyen kozmikus szintre gondolni, hogy én majd segítek az emberiségen, ez is egy nagy hiba. Nem az emberiségen kell segíteni, hanem azon a konkrét emberen, aki ott van előtted. Tehát, hogyha látsz belül, akkor látsz kívül is, hogyha látod a kis dolgokat, akkor látni fogod a nagy dolgokat is. A végére még egy uh, rabbiról, egy bölcs rabbiról szóló történetet hoznék ide. Egy tanítvány több száz kilométert sétál, hogy egy csodarabbival találkozzon, egy nagy-nagy spirituális mesterrel, és akkor oda megy, megnézi, és nem is kérdez tőle semmit, hanem elindul haza. És hát ott kérdezik a többiek, hogy hát hazaért, hogy hát mit mondott a csodarabbi? Ó, hát én meg se kérdeztem tőle semmit. Igen, hát akkor miért mentél oda több száz kilométert? És azt mondja ez az ember, azért mentem oda, hogy megnézem, hogy hogyan fűzi be a cipőjét. És ez az, hogy a jelenléte valakinek, hogyha figyelsz, a jelenléte valakinek, a cselekedetei, ahogyan befűzi a cipőjét, ahogy eszik, a sokkal többet elmond, mint amit mond, mint amit szájol. Például most én itt szájlalok nektek, és megnézhetitek, hogy egyébként mit csinálok. Nem csinálom tökéletesen, de ez bevallottan, nem? Fontos az őszinteség ebben is, mint mindenben, kívül és belül, de érdemes ebbe az irányba elvinni, hogy van a filozófiai szint, és az nagyon fontos, hogy meglegyen az információ, de aztán csináld a gyakorlatot, és próbálj meg minden pillanatban jelen lenni. Ha pedig hibáztál, nagyon jó, szeretjük, vedd észre őszintén a hibádat, és tanulj belőle. Akkor jó a hiba, akkor helyes a hiba, ha ellököd magadtól, meg lefeded, kiprojektálod, akkor nem tanultál belőle, és szenvedéshez vezet. Kívánom mindenkinek, hogy tudjuk közösen együtt járni a nagy szeretet, a nagy együttérzés részvét és nagy bóthiszatva út csodálatos szent háromságán, a zenútját, a gyakorlatokat szépen, közösen, együtt, egymásért csináljuk, és ezzel segítsünk mindenkin. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.